Hát akkor, ha elkezdjük, nem baj, ugye? Jó, még egy kérdésem van. Aztán tényleg nyugodtan lehet nemmel válaszolni. A múltkor ugye föltettem a videót, amit a konferen ezt a videó megbeszélés este a honlapra, nem tudom, látta-e valaki. A Lesson 1-nek a végére oda tettem a magyarázatot, hogy nem egy nagy munka, de megvágtam úgy, hogy senki ne szerepeljen rajta, mert hát ehhez beleegyezéseteket kell adni, hogy zavar valakit, hogyha nem vágom meg, és úgy tesszük föl? Most erre próbálja valaki azt mondani, hogy igen, de valójában Válaszoltunk nemmel. jó, szóval még két perces munka egyébként, csak azért kicsit egyszerűbb, hogyha de ha valaki szól, akkor kivágom, tehát mert valójában na, akkor én azt gondolom, hogy akkor elkezdenénk a dolgot. Ugye a menet az, aki itt volt 3 hete, az tudja, hogy nagyjából eseteket beszélünk meg. Akkor megyünk az utolsó esetre. A negyedikre, ami a tehát ez a jobblebeny, és a jobblebeny centrális részén van egy göb. Ez még inkább egyértelműen heterogén göb, amire az előbb a bolgár rákérdezett. Ez volt a normál lejátszás, még egyszer lejátszom normál ütemben, valahol majd megállítom, ahol világos a helyzet. Hát itt most bélre állítottam meg, tehát van egy echo normál része, ugye ez gyakorlatilag ugyanaz, mint a környező állományé, és van egy egyértelműen echo szegény része. Tehát ez a klasszikus heterogén göb. Fontos, hogy heterogén göbről akkor nem beszélünk, hogyha kifejezetten echo szegény és enyhén echo szegény közt van különbség. A heterogén göbet arra kell fönntartani, amikor normál, izo vagy hiperehogén részei és hipoehogén részei vannak. Hát ez egy apró dolog, de azért, hogy mondjam, a pontos szóhasználat az azt jelenti egy heterogén göbnél, hogy hipoehogén és eonormál részei is vannak. Hát ez volt az alapvideó, és akkor megyünk a másikra. Tehát elindítom az elejétől fogva. Ez kicsit lassítva lesz. Sok tétje nincsen, lassítjuk, de mutatom. Gondolom mindenkinek világos, hogy ez meg ez két különböző elhoganítás, ugye? Ez egyértelmű, jó, oké. Hát, ha már itt van, akkor mutatom. Ez perinodális keringésnek tekinthető, hogyha a göb legalább egy negyedét, nem ez a téma, ez egy hetedik fejezet lesz, de hogyha legalább az egy negyedén észrevehető ez az egyértelműen a ívet követő ilyen keringés, mint ez egy perinoduláris keringés, mindegy, ez csak úgy megjegyeztem. Na, itt van a dolognak a veleje. Nem egyformán kezelik a heterogén göböket az egyes guideline-ok, és azt lehet mondani, hogy az összes guideline a heterogén göböknél a domináns rész alapján szabja meg a göbnek az eogenitását. Tehát a három amerikai és a koreai mind úgy kezeli, hogy a domináns rész szabja meg a göb eogenitását. Ebben az esetben a domináns rész, tehát a nagyobb része az eonormál volt, tehát ezért ezt a göböt egy kivétellel minden egyes guideline intermediár csoportba sorolja. Az egyetlen egy kivétel, és itt az ETA-nak az egyik rettentő nagy előnye, pont a heterogén göbök kezelése, mert ő azt mondja, hogy ha a göbnek van hipoheogén része, akkor automatikusan a szerint kell kezelni ezt a göböt. És hogy mi a differencia? Az a differencia, hogy az ETA egyértelműen mintavételt javasol ebből a göbből, hát persze olyan göböt hoztam ilyen példának, amiben ráknak bizonyult az elváltozás. Tehát a három amerikaiból az egyik szúrta volna meg, az azért szúrja meg, mert az ATA a hármas kategóriánál 15 méternél szabja meg a szúrás határát. A másik három, a két másik, két amerikai és a koreai, a intermediernél a 20 milliméternél szúrat. Tehát az ATA egy kicsit óvatosabb duhaj, és ugyan csak intermedierbe sorolja, de a 18 méteres akkor megszúratja. Az ETA az egyetlen egy, amelyik a
majdnem a leggyanúsabbra sorolja ezt a göböt. Tehát itt ez azért érdekes, mert hogyha az ember olvas közleményeket, akkor az amerikai közleményeknél egy ilyen heterogén göböt, hogyha mit tudom én, foglalkoznak a göbök eugenitásával, ezt automatikusan eonormálnak fogják tekinteni. Tehát az európai szofisztikáltabb megközelítésnek igen nagy jelentősége van, azt gondolom, mert egy kicsit növeli a fölösleges citológiák számát, mert gyakrabban szúratunk, viszont nem ez az egyetlen egy példa a honlapon, hogy heterogén göbből csak az ETA szúratott volna meg ráknak bizonyult esetet. Tehát itt nem tudom, Boglárka, megválaszoltam a kérdésedet, én azt gondolom egyértelműen a európai álláspontot lehet helyesnek tekinteni. Én leszoktam írni, hogy dominálóan, így szoktam fogalmazni, hogy dominálóan EHO szegény, vagy dominálóan EHO normál heterogén göbről van szó. És akkor egy ponttal visszamennék 3 héttel ezelőttre, ugye a vegyes EHO szerkezet az a cisztikus, nem cisztikusra vonatkozik, a heterogén pedig csak a szolid állomány közti különbségtételre. Tehát ez a szóhasználat nem mindegy, tehát a vegyes az, hogy cisztikus és szolid, a heterogén az pedig csak a szolid állománynak a kétféle eugenitására vonatkozik. Kérdés. Tamás, nekem lenne, ha szabad. Ezzel kapcsolatban? Akkor nem megyek el erről. Igen. Akkor maradok. Csak vissza kéne képernyő megosztásra menni egy pillanatra. Most látjátok, erre menjek vissza? Nem látjátok? Jó, ez akkor. Jó, jó, oké. Mi lesz a kérdés, meg oda tekerem a videót? Hát ez teljesen oké, ez itt a kérdésem arra vonatkozik, hogy oké, ebből a ETA guideline szerint ugye mintát kell venni. Igen. Szerinted van annak jelentőség, hogy melyik oldaláról veszed a mintát? Van, azt gondolom van. Azt gondolom, hogy egyértelműen van jelentősége, ugyanis azt tételezzük föl, az ETA ezt tételezi föl, azért szuratja meg a heterogén göbnél, ha van EHO szegény része, mert azt tételezi föl, hogy más patológia van emögött és emögött. Nem biztos, hogy igaza van, de ez mindenképpen egy gyanús, hogy ezen a göbön belül eltérő lesz a patológiája ennek a résznek és ennek a résznek. Őszintén szóval szégyen, gyalázat, nem tudom megmondani, hogy eltérő lett-e a patológiája, sajnos ezt most nem tudom megmondani, de azt gondolom, hogy ez egy abszolút rasszányos föltételezés, még akkor is, hogyha nem tudjuk igazolni. Tehát mindenképpen, ha ezt a részt céloznám a szúrásnál, az EHO szegény részt. Más kérdés? Nekem egy hasonló kérdésem lenne, és ha már itt tartok, akkor itt teszem fel ezt, hogyha a cisztikus göb van, ott ugyanez lett volna a kérdésem, hogy abból milyen módon érdemes a mintát venni, hogy először visszatartom, az akkor utána mintavétel, vagy az amit tanácsolnám. Hát szerintem az viszonylag egyértelmű, hogy a cisztánál előbb le kéne szívni a folyadékot tartalmazó részt, mert az kicsit olyannak lehet tekinteni a szöveti részt, hogy aztán múltkor ezt már elsütöttem ezt a hasonlatot, mintha egy kád vízbe beleteszel egy szivacsot. Ha leszívod a vizet a kádból, akkor valószínűleg a szivacs is egy kicsit csökkentebb víztartalmú lesz. Tehát leszívom, és ez egyik ok, hogy talán kevésbé lesz vizes a szivacsom, a másik meg, hogy úgy fogom igazán eltalálni. Tehát azért nagyon szép útangvezérelt videókat lehet, szúrásokat mutatni, van is a honlapon egy jó pár, ami nagyon látványos, de az esteknek nem kis részében azért az, hogy a tű végét hol látom, hogy pontosan ott van-e, vagy 2 méterre följebb vagy lejjebb, az nem egyértelmű. Tehát ha leszívtam a cisztát, és már csak a szöveti állomány van benne, akkor egyszerűen jobban... Jó. Ez... Oké. Nem tudom, mindenki él még? Igen. Mert valaki meghalt közben, de jó. Tehát a lényeg az, hogy leszívjuk, és utána a szöveti állomány célozva szúrunk. Tehát az általában azon, hogy ezt érdemes csinálni. Nem tudom, aki csinál citológiát, van-e ellenvetése, vagy más gyakorlata esetleg? Gábor? Nem, most nem tudok válaszolni igazából. Ha nem tudom szívni, és nyilván a szolid állományt kell célozni abban az esetben, amikor tényleg amikor vegyes göb van. Hát az nyilván az
leszívjuk-e, le tudjuk ezt szívni teljesen a tisztát, az nekem nem mindig szokott sikerülni, ez az igazság. Örülök, hogyha a szűrt nem fogom rácsírozni a szolid állományra. Csak itt a heterogénben én azt a verziót csinálnám, hogy, a, hogy mindkét komponensből próbálnék. Mert mi a garancia, hogy a, lehet, hogy ez egy follikulár. Annyi persze, hogy ilyen papilláris karcinoma lesz így a alakja meg minden miatt, de azért esetleg lehet, hogy a világosabb rész az, az meg... Tehát én mind a kettő részéből próbálnék venni, valószínűleg az lenne jelen esetben. Abszolút racionálisnak tűnik, amit mondasz. Itt mindig az, a, ami az agyamba jár, hogy az amerikaiak hatszor szúrják meg a göböt. Hát én nem tudom Amerikában milyen emberek élnek, de egy magyar ember hatszor rendszeresen, minden magyar embert hatszor nyakon szúrni, ezt én meg se próbálom. Nyilván van olyan beteg, akik... A másodikat is utálják, nem hogy a... Igen. Hát igen, meg valójában megszúrom először, és azért minden 50. századik szúrásnál azért kellemetlen fájdalmat érezni, mert mégsem a háta közepébe szúrok, vagy az ujjába, hanem egy érzékeny nyaki részre. Tehát amikor először megszúrom, akkor törekszem arra, hogy azt szúrjam, amit biztosan, mert hát, ha másodjára már meg se engedi. Tehát ez ilyen gyakorlati dolog, azért nyilván ez befolyásolja, hogy, hogy mit csinál az ember. És hát egyébként van még egy nagyon egyszerű dolog, egy darabig elkezdtem számolni, aztán abba hagytam, de a tendencia nagyjából világos volt, hogy ha többször szúrom meg, akkor sokkal nagyobb esélye van az első szúrásnál értékelt anyagot nyerni, nyilvánvalóan, mert simán egy kicsit elkezd bevérezni egy göb az első szúrás után. Tehát valójában az első szúrás szerintem a kritikus sok szempontból. Lehet, hogy csak kicsi differencia van, de azt gondolom, hogy van differencia abban, hogy először vagy negyedjére, hogy mennyi esélye van értékelt anyagot nyerni az embernek. Hát ez volt a mára szánt 4 esetem. Nem tudom, van-e ezzel kapcsolatban kérdésetek. Még, bocsánat, még egyre visszamennék, mindjárt megpróbálom megosztani, mert van még egy ábrám, ami nem esett, de talán fontos. Igen, ez a legelején merült föl. Nem tudom, látjátok, ez egy kék dia, sárga, meg piros oszlopok vannak benne. Azt látjátok? Jó? Ez az ábra azt mutatja, és nem is ezzel kell kezdeni, hanem ezzel. Ez egy Jech nevű embernek a cikke. Messze nem egyedül van, tehát ez egy abszolút normál dolog, amit itt ő talált. Összehasonlított 127 papilláris és 23 follikuláris rákot, és amit itt látunk, ezek klasszikusan a gyanús jelek. A flat shape az ugye az a Toller than white sign-nak a hiánya, tehát a flat shape az azt jelenti, hogy szabályos. Papilláris ráknál csak 26% volt szabályos, a follikuláris ráknál 74%. Izohiperehogénnek a papilláris rákok 27%-a bizonyult, a follikulárisnak a 65%-a, forított hipoehogén a papilláris rák lett, follikulárisnak rák ritkábban, szabályos mianyagajája határa, tehát a papilláris rákoknál csak 7%-nál lett, a follikulárisnál 39%, mikrokalcifikációt meg follikulárisban nem is talált. Tehát ha ezt az összesen 5 darab ábrát megnézzük, ez a potenciális 5 gyanús jel, akkor 2x7-ben még nem volt tirac, de ezeken alapszik a tirac. Nem egyszerűen statisztikai differencia van, hanem ég és föld, ahogy a papilláris és a follikulális rák viselkedik. Tehát ha megnézitek, itt ezt nem is lehet százalékba kifejezni, mert nullához nem tudsz hasonlítani, itt körülbelül 5,5-szeres a differencia, itt több mint dupla, itt több mint dupla, itt meg 3-szoros. Tehát egész egyszerűen másként néz ki a follikulális rák útrán képe, az összes gyanús jel az mind a papillárisra jellemző. Tehát ez baromi fontos, mert Amerikában nyilván kevesebb a follikulális rák, mert ott régóta jó darátottság, nem úgy, mint nálunk, ahol csak pár éve lett jó a multivilágos kaja óta. Ugye a Nagy Endrék igazolták, hogy megszűnt a jóthiány gyakorlatilag, mert 100 fölé került a vizelet jódürítés. De azért még évszázadokig olyan betegekkel találkozunk, akik a jót hiánnyal kezdték a pályafutásukat. Tehát itt több a follikulális rák, mint Amerikában, és egyszerűen egész más az útrang megjelenése. Akkor itt visszautalok a halójelre, amit a Boglárka kérdezett, az első szuper kérdése ez volt. A follikulális rákok 87%-ánál találtak halójelet, a papilláris ráknál meg 26%.
Tehát ha ez teljesen joggal tekintem jó undatú jelnek, ha elfelejteni a tokenet, teljesen, mert hogy a papírálisákra nem jellemző, de hát van folikális rákunk, aminek az egyik fő ismérve, a legfontosabb útrang jegye egy folikális ráknak pont a tokjel megléte. És akkor jön a következő ábra, ami meg a folikális variánsú papilláris rákot hasonlítja össze a szokásossal, és ott nem ilyen jelentős a differencia, de majdnem ilyen jelentős. Tehát ha megnézitek, a folikális variánsú papilláris rák az nagyon a folikális rákhoz hasonlóan viselkedik. Tehát gyakorlatilag nem csak a folikális rák fölismerésével van gondunk, hanem az egyébként hát ennél még nagyobb a differencia, tehát ennél sokkal több a konvencionális papilláris rák a folikális variánshoz képest arányát tekintve, tehát nem mit tudom, másfélszeres, inkább két és félszeres a különbség, de azért valójában ezt a fajtát sem ismerjük föl az útrang gyanújelek alapján. És Tamás, én kérdezhetem, hát persze, a folikulás, bár. Igen. Folikulás adenoma versus folikulás karcinoma. Hát egyetlen egy irodalmi adat, vagy egyetlen egy adat van, ami az irodalom szerint különbséget tesz köztük valamennyire, hogy a ráknak sokkal gyakrabban van vaskos tokja. Tehát nem egy fél egy milliméteres vékony halúja van, hanem egyenetlen. És hát ez gyakorlatilag valójában gyakorlatilag azért rettentő ritkán használható, mert ez igazán a wildly invazív formára jellemző, mert két típusú folikulás rák van, a minimális invazív, az mindenben tök ugyanazt a képet mutatja, még a szövettanban is, mint a folikulás adenóma, az az egyetlen differencia, hogy valahol vagy top vagy érinfiltráció van benne. Tehát a sokkal gyakoribb minimális invazívnak a sejtképe, a szövettani képe is leszámítva a egy-egy ponton észlelt inváziót, és az útranképp is tökéletesen ugyanaz, mint a folikulás adenómájé. A jóval ritkább wildly invazív, tehát ami tokot makroszkóposan áttörő, ott meg nem gond a citológia sem, meg baromi ronda szokott a citológiai kép is lenni, meg az útrang is. Más jelben nincs különbség. Én bocsánat, de van még egy, és az a legfontosabb, elnézést, és ez gyakorlatilag... Nem tudjuk meg ez az útrang kép is ronda, ez csak a marginba? Hát ne, tehát, de várj, bocsánat, mert tévedtem, van egy sokkal fontosabb jegyünk. A folikulás rákra alig jellemző, hogy cisztikusan degenerálódna. Tehát amikor látunk egy tokkal övezett szolitár gömböt, ami jól esélye egy folikuláris tumor, és abban van viszonylag jelentősebb mennyiségű folyadék, mint a gömb 10%-át kiteszi, az önmagában gyakorlatban is hasznosítható jel arra vonatkozóan, hogy az nem lesz rák. Tehát ez a két a vaskos jel, vaskos tokjel, amit a gyakorlatban szerintem nem tudunk használni, mert annyira ritkán fordul elő a folikulás rákoknál, amit viszont a gyakorlatban is lehet használni, hogy az adenóma nagyon gyakori, hogy cisztikusan degenerálódik, a rák viszont nagyon ritkán. Hmm. Köszönöm. Jó. Azt hiszem, volt-e még nem, más PowerPointom nem volt, amit akartam. Úgyhogy nem tudom, az egészen kapcsolatban van nekem valakinek kérdése, megérdése, van, ami nem volt világos, amit jobb lenne világosabbá tenni. Nincs? Még egyet kérdezhetek? Hát bár, figyeljetek, gyerekek, nyugodtan, ne? Nyugodtan. Ugye, hogy a halójel, hogyha mondod, hogy a halójelnek az egy negyedénél látható vaszkularizáció, akkor az jó jel. Nem, tehát úgy mondtam, hogy a perinodulális keringésnek a definíciója, hogy a kerület egynegyedénél kövesse a göbi ívét. Mert ugye néha nem látunk halót, és csak perinodulális keringést látunk, ami szintén a szövettani toknak a útrangos megjelenési formája. A halót illik kompletten látni, tehát nagyon, majdnem minden göb körül van egy részén egy kis elhosszegény sáv. Tehát valójában egy halót akkor tudunk azt mondani, hogyha nagyjából a göbegészét tok övezi. És
És így a follikuláris karcinom, már említetted, hogy ez a vastag alcsinja, ez mindig perinoliláris keringést is tartalmaz, vagy itt inkább egy ilyen kötőszövetes? Ne, a halójel az nem egyértelmű, tehát a halójel azt mondják, hogy bármilyen gőb produkálhat halót, az is, ami a szövetlanban nem rendelkezik tokkal. Tehát a haló nem egyenlő a tokkal. Viszont a fordítottja igaz, hogy a tok egyenlő halóval. Tehát minden tok elvileg halót produkál, de ahol látom ezt a fekete vékony sávot, az nem egyenlő a tokkal, mert mit tudom én, komprimált, kötőszövet, komprimált, ezek egy rakat dolog lehet. Tehát a fontos dolog egyébként, nem itt tartunk, de hát bárhol tarthatunk, hát nem, nincs kötött beszélgetés, hogy ha egy, ez tényleg fontos, ez többször elő fog kerülni a tanfolyamban is, hogyha a citológus follikuláris daganatot ír le a mintavételben, de a göbnek nincsen toka, akkor az valószínűtlen, hogy follikuláris daganat lenne. Tehát van egy olyan jelünk az útrangban, ami segít a fölösleges műtétek számát csökkenteni. Tehát egy follikuláris daganat definíció szerint tokkal övezett. Ez a szövettani definíciója. És a tokjel, a toknak kétféle útrangos megjelenése van, a haló és a perinoduláris keringés. Tehát ha visszakapunk egy olyan citológiai leletet a citológustól, hogy follikuláris daganat gyanúja, vagy follikuláris daganat, de az útrangképpen egyik jelét sem látjuk a toknak, akkor nagyon nagy valószínűséggel az nem lesz follikuláris daganat. És ez azért fontos, mert bármelyikbe beleszúrsz, ez a múltkor is fölmerült valamelyik eset kapcsán, bármilyen gőbe beleszúrsz, láthatsz follikuláris daganatnak megfelelő citológiai képet, mert hát az alapegysége a pahasnak a follikulus. Igen.